A németek csoportbukása után hatalmas 4-3-as meccsen búcsúzott Argentina és a franciák ellen az első 8 döntőben a labdarúgó VB-n, ahogyan hazautazik Portugália és Spanyolország is, 90 perc nem volt elég a horvát Dán viadalra, amit végül a horvátok nyertek. Az 1986-os VB-n Kanada ellen gólt is szerző Eszterázi Márton VB benyomásai eddig. Szia, jó reggelt kívánok! Volt labdarúgóként, te szereted a büntető párbajokat? Hát még mindig uh, sokkal igazságosabb, mint a fair play, de valahol el kell dönteni. Én uh, mindig eljátszottam a gondolatot, mi lenne, hogyha játszanának uh, folyamatosan, és esetleg, mint a hokiban egy-egy embert levennének, tehát kezdenék 11-e, utána 10 percenként, és akkor előbb-utóbb elfáradnak, előbb-utóbb valaki hibázik, azt szerintem sokkal igazságosabb lenne, ugyanakkor időben nem lehet nem valószínű megoldani. Mm -hmm. Értelek, tehát akkor te volt az aranygól próbálkozás. Azt, azt én visszahoznám az aranygólt. Azt mert... is inkább vissz, visszahoznám. É, az ad egy olyan izgalmat, meg tehát igazából ott egy hiba az végzetes lehet itt, hogyha valaki rúg egy gólt a hosszabbításban, akkor azt még ki lehet egyenlíteni. De Hát még ez valahol igazságos, ez a 11-es párbaj, de én azt mondom, hogy egy VB-t megnyerni, mint 94 ben a brazilok 11-essel, arra azt mondanám, hogy azért az nem a legjobb. Az talán túlzás. Az nem? egy kicsit túlzás. Valószínűleg a 11-es párbajban az az érdekes, hogy ez, ez nagyon sok azért a futballt lehet, hogy állandóan 90 perceken át nem követő, vagy 120 perceken át nem követő laikust fel tud izgatni. Tehát ugye ennek van egy, van egy dramaturgiája, gyorsan lezajlik, benne van a, 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 dráma. Szóval én azt gondolom, hogy emiatt ezt nem fogják soha kitörölni, nem? Nem, ugyanakkor meg... Ilyen éles helyzetben én még nem rúgtam 11 de rúgtam már 11-es párbajban is. Tehát igazából itt most megkérdeznék az egyik játékos, hogy hogy hívják és melyik városban nem biztos, hogy tud rá válaszolni. Tehát egy olyan hihetetlen emocionális teher esik, vagy kerül az játékosra, hogy az egyszerűen nem véletlen, hogy ekkora nagy világsztárok is hibáznak. Tudod, ez ezzel a... kapcsolatban pont most láttam egy norvég kutatónak a felmérését, hogy a világsztárok, a már befutott sztárok, statisztikailag többet hibáznak a rájuk nehezedő nyomás miatt, ugye sokkal több irányba jön ez a nyomás, sokkal ismertebbek, mint a, mint a kevésbé ismert játékosok, illetve azok, akik, akik még ambíciózusak, tehát csak később lesznek nagy játékosok. Ja, hát egy világsztár csak hibázni tud, mert az ha igaz. berúgja, akkor persze neki be kell rúgnia, ugyanakkor most mindenki arra vesz, hogy a Ronaldo és meg a Messi is kiadott, egy 11-es, de ez mindig egy ilyen párbaj a kapus és a, a játékos között, Nyilván van ez a régi mondás, hogy 11-est nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, De mondom, én nekem volt egy olyan, hogy én elhatároztam, hogy néztem a kapus mozgását, elhatároztam, hogy az én kezemnek bal felső fele megy a labda, és végül középen alul ment be, de gól lett. Tehát igazából egy olyan 7 méter különbség volt, vagy 6 méter különbség volt a lövésem és az elképzelés között. Tehát euh, én sose szídom azokat a játékosok, akik euh, 11-est hibáznak, mert mondom, ez egy nagyon éles szituáció. A, a kicsit korábbi német, vagy a mostani, szintén igen korai euh, spanyol búcsú volt a megdöbbentőbb számodra? Hát nekem a spanyol. Nem a spanyol. A németeket, amikor láttam a Mexikó ellen, a, meg az előző időszakban a mérkőzés, ott látom, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát a, nem gondolom, az is elképzelhető, hogy a Láms, a e, meg még volt két-három világlasz is, aki abajta e, nem játszik, de ott valami nagyon nem stimmel. Vagy az, hogy már túl régóta lőv a kapitány, és már nem tud újat hozni, e, egy-két játékosban benne van a a hanyatlás, akár a Thomas Müllerre gondolok, akár most nem akarok neveket sorolni, de valami ott nem stimmelt. A spanyolok, hát ahogy tegnap néztem őket, én azt hittem, hogy ők azt gondolják, hogy az egy egy tovább jutnak. Tehát hát vagy a hogy, hogy passzra játsszák a focit, nem? Hogy? Vagy hogy passzra játsszák a focit. Ez benne van a spanyol fociban, de lényegesen kevesebb volt a beindulás, nem tudtak a védelem mögé kerülni, Uh, ugyanakkor ez az orosz csapat ez egy nagyon masszív, de hát azért láttuk, hogy a nyolcadik percben a görcsbe feltrengett négy-öt játékos, tehát azt mondom, hogy, hogy még fizikálisan se voltak nagyon a topon. De a szosszabításban is, hogy néztem őket, hát úgy passzolgattak. Nyilván ez a spanyol futballnak, tehát hogy nem adom oda, nem kezdik el ívelgetni a labdát, ez szimpatikus valahol. Ugyanakkor nem, nem, számomra nem volt érthető. Valószínű megzavarta őket azért az, hogy most a VB előtt két nappal azt a kapitányt elküldik, akivel két éve nagyon jól együtt dolgoztak, és ez nem egy ilyen automatizmus, hogy persze világsztárok vagyunk, tudjuk a dolgunkat, nem, nem tudják a dolgokat, azért kell az edző, hogy ez minden nap, minden edzésen elmondja, gyakoroltassa, most például az várható hogy az Iniesta nem játszik, nem volt várható, Igen. és nem játszott, csak a másik fél de közepén állt de... Szerinted miért válhattak és válhatnak a kisebb csapatok, kis csapatok, kisebb csapatok gyakorlatilag mezőnyben és ezt több meccsen is láttuk, az igazán elvileg nagyok egyenrangú ellenfelejével? Hát azt látni kell, hogy nagyon kiegyensúlyozott, kiegyenlítődött a mezőny, tehát most beszélhetünk Panamáról, Kosztarikáról, meg tényleg a kis csapatokról, de fizikálisan, és most már úgy veszem észre taktikailag is, nagyon kiegyenlítődött a mezőn. Ezek a úgynevezett kisebb csapatok sokkal frissebbek, mint a nagyok. Sokkal kevesebb tétmeccset játszottak, életük nagy álma, életükben először játszanak világversenyen, világbajnokságon. Most a nagyok minden héten játszanak kettő, na, bajnok, kettő meccset, az egyik egy bajnok, egyik egy bajnokligája meccs, rengeteg válogatott, akár világbajnoki mérkőzés van mögöttük ez is lehet egy befolyásolt tényező. De én azt látom, hogy, hogy, nagyon komoly atlétákról beszélünk, tehát fizikálisan nagyon jó fel van készítve minden csapat, és így nagyon nehéz megbontani a, a védelmet, nagyon nehéz védelem mögé kerülni, nézzük meg, hogy hány pontrugásból van gól, hány öngól van, hány szerencsés szituáció, alig van ilyen, amikor azt mondod, hogy tényleg szépen kijátszották. Most nem tudom, hány gól volt itt a négy-öt olyan gól volt, amire azt mondom, hogy tényleg parádé. Ehhez viszont, miközben a, a kisebbek is megtanulnak mindent, ami tanulható, és ugye mentálisan is nagyon erősek és fegyelmezettek taktikailag, a nagyoknak valószínűleg az lesz a válasz, hogy az úgynevezett nagy csapatok közül azok lesznek az igazán nyerők, ahol, eh, ahol megvan minél több ilyen meccseket eldönteni képes, erre a váratlan felgyorsulásra és húzásokra alkalmas eh, játékos garnitúra, illetve ilyenből van minél több, igaz? Lássuk Mbappé, vagy akár az urugvájaknál a csatárokat. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy ezek a világsztárok tudják hozni a kis különbséget, ha olyan formában vannak. Most, most jó, hogy mondtad a Mápét, mert számomra ő egy fantasztikus rejtély. Tehát, hogy valaki alig húsz évesen, ilyen érett. Tehát ezt komolyan mondom, már az arca is ránézek, nem egy 20 éves figurát lát az ember, de hogy valaki ilyen éretten, ilyen lazán és ilyen gyorsan tudjon játszani és gondolkodni, egyszerűen fantasztikus. Nagyon, nagyon erős a francia uh, keret, nem gondoltam volna, tippelgettünk, nem is uh, nyolcba bevittem őket, de utána nem, de ők nagyon nagy esélyesei most így, pláne, hogy uh, uh, így alakultak. mondjuk az szerencsétlen, hogy nem tud lenni megint egy brazil francia döntő, mert egy ágon vannak. Igen, a 98-as azt el tudnád képzelni, igaz? Hát igen, azt élőben láttam a stadionból, de, de hát ott is történhetett valami a brazil csapata, de abszolút megérdemelten nyertek ott a franciák. Ezen az oldalon, a jobb oldalon pedig elképzelhető, hogy az angolok nem jutnak tovább, akkor egy, egy teljesen úgynevezett outsider csapat fog döntőt játszani. E tekintetben, ha már azt mondtuk, hogy kis csapatok, te milyen kategóriába sorolnád az Uruguay-Horvátország típusú Masszív, de azért megfelelő egyéniségekkel és kreativitással is rendelkező válogatottakat. Van ilyenből is egy-kettő? Az Urugvajt azt inkább nevezném kisebbnek, ha bár ott is, hogyha belegondolsz, akkor minden egy nagyon sok játékos, nagyon komoly bajnokságban játszik, de mivel az elmúlt időszakban, jó, kétszeres világbajnok csapatról beszélünk, na de, igen, na de mikor? Mikor? Igen. mikor? Tehát az utóbbi időben nem nagyon okoztak meglepetést. A horvátot nem nevezném kis csapatnak. Tehát ott a, még a kispadon is világsztárok ülnek. Uh, mi történt egyébként, ha csak a tegnap nézzük az eddig nagyon magabiztos horvátokkal? Ugye megint az van, hogy találkoztak egy igazán jól szervezett ipartestülettel, ahol persze megint csak közért erékszen, és soroljuk tovább. Szóval komoly és nagyon névos csapatokban edződött labdarúgók álltak velük szembe. Szerintem nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha az argentin kapus nem ad egy gólpaszt, az, a, 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 a horvát uh, argentin mérkőzésen. Ott az argentinoknak menni kellett előre, szétestek, ugyanakkor azt tudni kell az argentinokról, hogy ők egy nagyon összekevert, uh, most nem is tudok jó szót mondani, egy na, az, hát nem szedett vedett, de látszik, hogy nincs, uh, nincs rend a szövetségen belül és a csapatházatáján. Tehát uh, alig jutottak ki a vb re az utolsó meccsen Ekvádort verték meg Messi három góljával, abból a gyó, úgynevezett gyógycsoportból, csoportból, ahonnan hát szinte ezek a nagy csapatok mindig tovább jutnak. Na bocsáss meg, hogy közben, alatt, de itt jön megint az, amit mondtál, hogy hagyjuk azt a közhelyet, <coughs> hogy ha világsztárokat összeraksz egy csapatba, akkor nem kell oda edző, mert tudják maguktól a dolgokat. Akkor Így akkor az kell... argentinok a példa, hogy, hogy kell, nem csak hogy edző, amit mondtál, hanem egy, egy, erős szövetségi akarat is kellett volna, hogy rend legyen náluk. Én ezt sose az edzőnek nagyon nagy szerepe. Most gondolj bele egy Hát a világ egyik legjobb centere, és ül a kispadon. Most azt nem kell kezelni? Tehát nem azt mondom, hogy pszichológus, de nem kell vele beszélni? Figyelj, majd be fogsz állni a 60 megrugod a győztes. Gondolj egy dibalát meg be Vagy van. egy dibala ül a padon, aki a Juventusnak az első számú játékosa. Tehát e, itt mindig, e, főleg egy ilyen nagyon nagy csapatnál 15-20 világsztár van, és csak 11 tud játszani. Tehát, e, edzőnek mindig nagyon nagy szerepe van. van -e, vannak -e eddig a vb nek szerinted általánosítható tapasztalatai? Te mondtál olyat korábban, hogy úgy látod, hogy a világfutball azért valamifajta krízisben van. Hát látszik az eredményekből. Most hoztak egy szabályt, hogy hosszabbításban lehet negyedik játékos becserélni. Én azt mondom, hogy fel kellene gyorsítani a játékot. Most lehet, hogy sokan megmosolyognak, én áthoznék szabályokat a futcából. Én 13 évig voltam a futszálbizottságnak az elnöke. Ott tiszta játékidő van, de mégse lehet húzni az időt. Tehát ott, ha kimegy a labda, 5 másodpercet van, hogy bedobjad. A bíró fölrakja a kezét, és visszaszámol. Nálunk mi van? Ha nyerésre állsz, akkor kimész, megfogod a labdát, lerakod, oda egy másik, eltelik 15-20 másodperc. Egy szabadrugás. Múltkor megnéztem, kettő percig uh -huh. ment egy szabadrugás, és utána nem hosszabbítanak tíz percig. Nézd meg egy kapust. Ha vesztésre áll, szól a gyereknek, dobd ide a labdát, kirúgja. Ha nyerésre áll, bezselézi a haját, megigazítja a sportszárát, lerakja a labdát, vagy van a hat másodperces szabály a kapusnál, megfogja a labdát. Múltkor 14, 15, 16 számoltam. Egyik bíró még nem mondta azt, hogy tedd le a labdát, közvetett szabadrugást. Tehát itt rengeteg időt Id Itt Időnyomás spora. alá kéne hát 45, 50 percet játszanak uh -huh. a csapatok a 90-ből kb. Tehát azt mondta, hogy itt a szabályváltozásra ez ezt, ilyen, ezt a fajta időnyomást. Is. Hát egy ez kicsit föl kéne pörgetni. E Hidd el nekem, hogyha egy játékos nem akarja bedobni a labdát, és ötször elveszik tőle mondjuk veszélyes szituációban, tehát a saját kapuja előtt, akkor utána meggondolja, hogy utána kimegy, lerakja, vagy egy szögletet, vagy egy szabadrugást. Tehát megszüntetném ezt, hogy állandó ez a reklamálás, tehát csak a csapatkapitánynak lehetne reklamálni. Hát nézé meg egy kézlabda, vagy egy vízilabda, vagy egy kosárlabda meccset. Hát ott a bíró nézésétől a játékosok már 5 méterre tőlük megállnak nálunk mi van futballban. Van egy vitás kérdés, és a bíró, mint a pingpong labda lögdösik, és nulláról ordítanak Igen. az arcába, és e, áll a játék 40-50 másodpercig. Tehát nyilván nagy szabálymódosításokat nem kellene hozni, de ahhoz, hogy a játék, tehát többet legyen a játék, a játékon a labda, ahhoz mindenképp szükség lenne egy-két módosításra. Marci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. <laughs> Szívesen.